MB2-es játék után 22 évesen abbajta a futbalt, Máltán kapott munkalehetőséget egy éve, ám decembertől újra labdarúgó is a volt nyiregyház és Balmaz újvárosi kapus Perger Bence, aki a Szengle Atletik hálója előtt harcol a Máltai első osztályban a bentmaradásért. A kalandról beszélgetünk már is, Bence, előtt kapcsoljuk Máltán. Szia, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt a Bence, hogy érzed magad a tenger, vagy a nyíregyházi sóstó az izgalmasabb? Hát, az a szívom azért csak hazahúz, tehát a sóstó az izgalmasabb, de a tenger sem rossz. Amikor másfél éve csapat nélkül maradtál, akkor gondoltad volna, hogy a Premier League-ben fogsz védeni, még hogyha ez a PL Málta is? Megmondom őszintén nem. Nem láttam rá sok esélyt, hogy én egyszer valaha bármelyik országban is élvonalbeli játékos lehetek. Miért hagytad abba a focit? Nem találtál magadnak megfelelő klubot? Túlságosan úgy érezted, hogy nem meg kell ezzel foglalkozni, gondolni kell a civil életre, és mi volt az oka ennek? Ez egy összetett dolog volt. Tehát annak idején vártam a segítséget azoktól az emberektől, akik mindig mondták nekem, hogy majd mi segítünk, majd, majd rendben lesz minden. Vártam a segítséget, aztán amikor eljött az idő, hogy tényleg történjen valami, elfordultak tőlem ezek az illetők. Aztán ezek után következett egy, év, egy fél év megye egyes kaland, ami nem úgy sikerült, mert érthetetlenül álltam a, azelőtt, hogy még ott sem játszottam, tehát az nekem teljesen értetetlen volt. Aztán a váltás mellett döntöttem, hogy akkor kezdjek a új életet, és adódott egy lehetőség, és aztán ez lett belőle besokaltál, besokaltál, azt mondtad, hogy nem látod, hogy merre az előre a magyar fociba, tehát akkor váltani kell és belevágni a civil életbe. Hogy kerültél ebben a helyzetben éppen Máltára, és, és mi volt az a munka, amivel, amivel gondoltad, hogy egy új életbe lehet belekezdeni? Egy ismerősöm által kerültem ide ki, egy kaszinóba, ugyanis itt kint ez a legkönnyebben elérhető munka. Igen, ezzel, ezzel, kezdtem, ezzel foglalkozom jelenleg is. Gondolkozom a váltáson, de most jelen pillanatban ez így, így nekem megfelelő a futball és a kaszinó, így ez az összetétel nekem így, így, így rendben van. A várjál, így... várjál Bence, csak ugye abban, abban különbözöl számos futballistától, hogy nálad nem arról van szó, hogy a futballal keresett pénzt a kaszinóban költöd el, hanem éppenséggel pont fordítva van igaz. A kaszinóban mindenképpen igen. pénzt keresel, igen. és a foci meg jóval inkább keftelés. Igen, igen, mondhatjuk így is, szerencsésebb helyzet. Ez most úgy néz ki, hogy például most jelen pillanatban, amikor beszélgetünk, akkor te munkából jössz haza? Igen, nemrég értem haza a munkából, éjszakai műszakon voltam. És most ö, lepihánsz, és aztán mész edzésre valamikor? Igen, igen, igen. Fárasztó ez a kettős életmód? Ö, nem könnyű, nem könnyű. Megtörtént az is, hogy két napig nem aludtam, ugyanis a éjszakai műszakból reggeli edzés, délutáni edzés, még egy éjszakai műszak, aztán még egy edzés, az az új, így, így, tudtam összehozni. Az már kicsit sok. Hogyan kerültél, ugye elkezdtél ott dolgozni a kaszinóban tavaly év elején, és aztán decemberre egy Premier League csapat kapujában találtad magad Máltán. Hogyan kerültél a Szengleához? Bekopogtál az utcáról, valaki ajánlott, hogy történt mindez? Lényegében a munkahelyünk biztosít nekünk buszt a szállástól a munkahelyig, és a sofőrrel beszélgetve kérdezte, hogy mivel foglalkoztam otthon, mondtam neki, hogy otthon profi státuszban voltam labdarúgó, és aztán ő mondta nekem egyik nap, hogy figyelj ide, van egy ismerősöm, ő ennél a csapatnál, a Szengrálnál, egy technikai intéző, hívd fel, beszélj vele, aztán lesz, ami lesz. Felhívtam, ő azt mondta, hogy szeptember-október környékén, ahogy tudok, szívesen várnak, mehetek, és így, így kerültem oda. Oda mentél edzőmérkőzéseken, kipróbáltak, és aztán azt mondták, hogy rendben van, igaz, és szerződtettek. Így van, hét edzőmeccset játszottam, három és fél hét alatt, tehát sűrű volt a program, de nekem kapóra jött, ugye is régen voltam játékban. Ez most egy amatőr státust jelent? A Máltai bajnokságban gondolnám én, az élcsapatokat is beleértve, alapvetően nem profik a futbolisták, de javítsák ki. Négy-öt csapatot leszámítva, ott ő, a, például a Valetta, Azira, a Kar, a Birkirkara, a Hibernians és a Slima, ők, ők profi státuszú klubok, tehát ott nem dolgoznak a munka mellett, ott mindenkinek, ne, nem dolgoznak a futball mellett, ő, náluk mindenkinek ö, profi szerződése van, a többi csapat, a maradék kilenc csapat, náluk ez a helyzet, amatőr státuszban vannak a játékosok, mindenkinek civil munkája van, ugyanúgy, hogy nálunk is. Ez azt jelenti, hogy ezért valami ö, jutatást ö, ö, kapsz, hogyha jól megy nektek a futballcsapattól, és ö, mondjuk azt mondom, hogy a a kaszinóval gondolom még többet keresel, mint a focival. Természetesen, természetesen. Már védtél bajnoki mérkőzésen is, saját értékelésed szerint, hogy megy a játék, és milyen színvonalú futballba tértél vissza, ahhoz képest, hogy mondtad, hogy még ugye voltak a Kalanda megye a is, védtél MB2-es csapatba, ennek a Premier League végén található csapatnak a játékerejét hova lőjük be, ha gondolkodunk a magyar futballban? Ha a magyar futballra gondolkodunk, ez a csapat egy, egy MB2-es közepe, eleje szinten van. Nagy a szakadék a bajnokságban. A profi klubok véleményem szerint otthon is megállnák a helyüket az MB1-ben. Nem mondom, hogy Bajnokok lennének, mert az azok nem lennének, de középcsapat vége felé ő, ő ott lennének. De az amatőr csapatok között is vannak jó csapatok. Inkább ilyen MB2 eleje, közepe eleje lenne az, amit én mondanék. Bence, tegnap voltál 23 éves, egyrészt Isten éltessen, másrészt elképzelhető-e, hogy ha jól megy neked ott a játék, hogy azért még látunk magyar csapatban is védeni valamikor? Tehát, hogy újraépíted magad Máltán? Először is köszönöm a köszöntést. Másodszor látok rá a lehetőséget, de igazság szerint szeretném élvezni a játékot itt először. Tetszik ez az úgymond légióskodás. Meglátjuk. Hát akkor élvez a légióskodást és jó munkát mellette. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok!